Szeretettel üdvözlök mindenkit a Magyar Telekom Digitális Híd rendezvényén, amelyek ugye célja a digitális ismeretterjesztés, de néhány éve azt találtuk ki, hogy a ismeretterjesztés mellett egy ilyen teljes kutatást is indítunk. Teli van a Duna, talán még ki is szalad, szívemben is, alig fér meg az ingyva. Szervusztok, üdvözlök mindenkit, csókolom. Itt a részvétel fontos valójában, és az is igaz, hogy ha egy-egy helyszínen találunk kifejezetten tehetséges fiatalokat, előadókat, művészeket, művészpalántákat, akkor velük tartunk kapcsolatot, és egy-egy nagy telekomos rendezvényen örömmel veszik, hogyha majd fölnéknek. Remélem itt is találunk ilyet, de egy biztos, hogy akik most 25-en, ám már csak 24-en, mert valaki nem jött el, de hogy 24-en színpadra lépnek, azok mindig megérdemlik a kapcsolat, mert nagyon bátrak. És biztos valami érdekes dolgot csinálnak, amiről lehet, hogy a település többi lakója talán még nem is tud. Szeressétek ezt a műfajt, mert ez nagyon különleges. Valóban a világon egyedülálló, úgyhogy büszkék vagyunk rátok. Községházán, de megkísérlek megint titeket, mert ez meg két nagyon nehéz műfaj, hogy az angol keringő meg a tangó. Zumbok, zömbökbe rászállni, de ne csak hajlószerre akár a nászállni. Lesegj, hogy itt van, ott van, ne csaphatsz végre. Olyan verset választottál, ami a korodnak megfelelő. De annak is örülök, hogy úgy mondtál verset, ami a korosztályban nagyon ritka, hogy értelmezted is a verset, nem énekeltél, amit tudod, hogy szoktunk ezt, viszont aztán lássam az arcotokon, mert ilyen szörnyen elkeseredettem, én még nőt botot fölvenni nem láttam szerintem. És úgy ringlattad el, hogy könnyű álmod szól. Na, hát figyelj, azt nem hiszem el, hogy a baráti társaságban nincs egy valaki, aki tudna gitározni, vagy játszani egy szépen.
színpadon vagytok, nagyon egy szépen sikatban dolgoztatok, az biztos. Elnézem. Éppen így is lett meg a sors az út engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könyveket. Lehet, hogy kötött forma. Éppen azért használják a ebben lehetségesek, mert olyan izgalmasak a kötött formában gondolkodni, és a kötött forma az egy tempó megtalálni. Ezt a táncot így, ezt egy magyar filmnak 10 évig kell tanulnia, hogy erre a szintre eljusson. Tudod, mi lesz a hó,
is a büszkén bálkó, engem is megcsal egy téli bál. De most mi lesz, hogyan tovább? Az énekes lányoknak köszönöm, hogy ennyit számít egy hangszer, mert igazság szerint nagyon jó a hangszínen, a gitározás is rendben van, én hallottam, megköszönöm, hogy a technikus is rajta a mikrofon. De hogy a hangszer nélkül ezeket a nehéz hangnemváltásokat egy mondtákat, te sem tudtad valamilyen tisztán elénekelni, úgyhogy a helyzetben az van, hogy az énekesek mezőnyében tervezetsz. Ez volt a mai nap! Még egyszer, hogy itt voltak, és ami nagyon fontos hír, hogy már most az említett Facebookon a mai fellépők megtalálhatóak, és aki nem Facebook felhasználó még, az nyugodtan itt a telekomos munkatársak segítségével ismerkedett a Facebookkal, megnézheti saját magát, megnézheti a többieket, és még csomó minden ezer dolgot az interneten keresztül, úgyhogy tudás, tudjátok, az nagyon nagy hatalom. Hajrá mindenki, kellemes hétvégét, sziasztok!